függönyfalak videósorozat következő részeként. Most nézzük meg kívülről nézve, hogy egy üvegfal milyen titkokat rejthet még. Tehát ha van valamiféle osztása ennek az üvegnek, ennek a függönyfalnak, amiben lehet egy ritmus is, tehát lehetnek vékonyabb üvegsávok, lehetnek aztán vastagabb üvegsávok, ezek váltakozhatnak, tervezhetik őket, hogy ezek egyformák legyenek, tehát ez mondjuk egy A távolság, de lehet, hogy itt van B távolság, és ezeknek van valamiféle ritmusa, vagy lehet, hogy valamilyen hátszerkezeti adottság határozza ezt meg, hogy ott vannak pillérek mögötte, ott van tartószerkezet mögötte, tehát ezzel is lehet játszani, ez is a tervezés részét képezi, illetve ezekben lehetnek aztán nyitható egységek, tehát lehet, hogy itt mondjuk van egy bukóablak egység, és valamiért, vagy valahol szellőztetési helyek, pontok, sávok, tehát ez nem feltétlen kell, de sok helyen van ilyen, mert ugye a függönyfalakra az tipikusan azért jellemző, hogy olyan fix üvegekkel rendelkeznek, amit nem szoktak nyitogatni, főleg egy bizonyos emelet magasság után, de minden esetre ott jellemzően belül olyan gépészeti egységek vannak, amik a szellőzést és a minden dolgot megoldanak, de vannak esetenként üstelvezető nyílások, vagy valami egyéb módon mégis nyitható ablaketségek, tehát ezekhez is kell igazítani a borda rendszert, majd ezekről a nyitási irányokról is mutatok egy videót, hogy milyen a legtipikusabb nyitási irányok, de minden esetre ennek is az osztás rajzolata nagyon fontos, ezt is nagyon jó ki kell találni, hiszen itt az is számít benne, hogy hol nem akarom, hogy belátás legyen. Az üveg melvédek alatt, vagy az ablakok alatt jellemzően tömör melvédelemek szoktak lenni, tehát magyarul, ha éjszaka arra járunk, akkor ott a felkapcsolt lámpa esetén sem látunk be a lábazati zónában, tehát a melvédelemeknél, mert mondjuk valahol itt van egy elem, vagy egy ember, akinek derék magasság alatt most nem látszik a teste, csak az ablak zónán, tehát ebben a magasságban átlátszó üvegek vannak, itt pedig tömör üvegek vannak, tehát ez a T betű akar jelenteni a tömör üveg melvédeket, ami sok esetben csak egy fóliázás, vagy olyan fénybetét az a panel a függönyfal rendszerében, ami nem engedi a belátást, vagy az átlátást, de mindesetre erre is kell figyelni, hogy hol akarom, hogy átlátás legyen, hol engedem meg, mondjuk itt ebben a zónában, és hol tiltom, tehát hol nem engedem be az átlátást. Tehát attól függően tömör és átlátszó elemek váltakoznak.